Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgasd a négyzetmétert, a Millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással. Na, azt mondja, nézzünk legfrissebb adatokat. Tovább nyílt az árolló az albérletek bérlői és bérbeadói oldala között, mert hogy a lakást keresők lehetőségei azok látványosan elszakadtak az elvárásoktól. Miközben átlagosan 192 ezer forintot kértek a bérbeadók, a bérlők mindössze 157 ezerért kerestek lakást. A renting adataiból derül ki. Igen, ami egyébként nagyon érdekes, mert ennyire látványosan ez az olló nagyon ritkán nyílik, de miközben mit gondol a bérbeadó? Hát, gigantikus infláció van, állampapírhozamok is megugrottak, hát akkor nyilván az én hozamelvárásom is növekszik, tehát próbálom fölfelé is rófolni az árat. Mit gondol az, aki bérbe venne lakást? Hát az infláció felzabálja a bevételeimet, reálbércsökkenés sem lesz, válságra tartalékolok, tehát akkor inkább kevesebbet fizetnék. És akkor ebből az lett, hogy az egyik több mint 5%-kal föl, a másik pedig le. Egy hónap alatt ez drasztikus változás, és ez egyértelműen jelzi, hogy sodródunk befele. Egy fele tudja, milyen mély válságban, ugye ezt még nem lehet tudni. Ez még a következő hónapoknak a nagy kérdése. Minden esetre az albérletpiacon is ez már nagyon szépen érezteti a friss adatok szerint a hatását. Egyébként azt írja a Rentingo, hogy ilyen nagy különbség a bérlők és a bérbeadók között utoljára 2,5 éve volt, még jócskán a Covid előtt, aztán 21 júliusáig, tehát egészen a tavalyi év közepéig még csökkentek a bérleti díjak. Ott ugye az első sok után a bérlők jövedelme a szépen emelkedett, azért ez a feszültség csökkent, sokkal megfizethetőbbé váltak a bérlakások. Aztán tavaly nyáron elindult a bérlakások árának, vagy illetve a bérletek, a bérleti díjak növekedése, és ez még egy lórugásnyit kapott, és ez az utolsó hónap, ez meg aztán főleg ilyen volt, tehát júliusra, augusztusra még nőtt is a mértéke a drágulásnak, illetve az elvárt. Tehát a közlemény, mert azt mondja ugye, hogy van ez a keresleti és kínálati oldal, és az eléggé távolodik, ahogy lehetett hallani, igen, ezt egymástól, és hogy a bérbeadóknak is egyre nagyobb erőfeszítést kell tenni a fizetőképes bérlők megtalálására, és én érzek némi párhuzamot a lakáshitelkamatokkal kapcsolatban, amit itt a hét elején beszélgettünk hétfőn talán, hogy ugye beindult egy árcsökkentési verseny a nagybankoknál. Tehát én szerintem előbb-utóbb itt is ez lesz, hiszen akkor, hogyha nem találja meg a megfelelő bérlőt. De most az, hogy a bérlő, ugye kerülik a kockázatvállalást a bérbeadók, és azt mondják, hogy már az egy havi kauciós lakásokat sem, tehát kevés a piacon az ilyesmi. Több, 2-3 havi kauciós sok, igen, vannak. Na most a másik oldalról megérthető, hogy azt fogja mondani a bérbevevő, hát ő meg aztán annyit nem fog tudni odaadni egyáltalán, tehát nem kockázat, hanem nem tudja nélkülözni azt az összeget, amikor ki tudja még, hogy milyen rezsiszámla jön emellé, meg hogy mi jön emellé, tehát ő ezt nem fogja tudni kivenni, tehát elmarad a bérlő. Tehát ha üresen ott van a lakás, akkor inkább ugye egy kárcsökkentés szempontjából még akkor jobb olcsóbban kiadni, vagy lemenni. Tehát előbb-utóbb meg fog jelenni egy olyan kínálat a piacon, ami felszippantja azokat a bérlőket, akik így nem találnak. Tehát lesz olyan, aki kockázatvállalóbb bérbeadó, az most el fogja vinni ezeket a bérlőket. Azt nem tudjuk, hogy melyik oldal. Melyik az erősebb. Igen, tehát, hogy a bérlők bérből lesz még kevesebb, hogyha mondjuk mélyebb a válság, vagy pedig a bérbeadók döntenek, úgyhogy engednek az árból. Hát szerintem itt korábban volt egy ilyen, hogy te, mint bérlő, te voltál az, aki kutattál a lakások iránt, és ez most megfordult. Tehát, hogy ha neked van lakásod, akkor konkrétan te keresed meg a megfelelő bérlőt. Van a Rentingon egy ilyen funkció, és ezt is tudják mérni, hogy milyen arányban a bérbeadók milyen arányban szólnak rá, vagy ütnek rá, vagy keresik meg a keresőket, és ez most hirtelen megugrott, és azt mutatja, hogy hoppá, észrevették, hogy hirtelen eltűnt a keresleti oldal, illetve jócskán visszaszorult, illetve sokkal alacsonyabb áron keres. Úgyhogy ez, igen, tök érdekes, ami itt is folyik.
négyzetméter. Ingatlan ügyek rálátással. A Millás reggeli ingatlan rovata hangzott el. Na nézzük, hogy a 06302010909-re mi érkezett, illetve gyorsan elmondanám, hogy volt egy szavazásunk a Viber csoportunkban, Viber oldalunk van most már a Millás reggeli Viber oldalán, hogy megjöttek az első számlák az energiaszolgáltatóktól. Azt kérdeztük, hogy mi a helyzet a hallgatóknál. 54% mondta azt, hogy még nem kapott számlát. Tehát még elég sokan várnak arra, hogy megérkezzen, tehát rögtön kiesik a fele a válaszadóknak. A másik felében viszont eléggé nagy az arány azok számára, azoknál, akik azt mondják, hogy erre számítottak, arra az összegre, amit kaptak és amit látnak a számlán, tehát minden oké. Körülbelül 10% mondja azt, hogy káosz van, nem érti a számlát, és az ügyfélszolgálat pedig elérhetetlen. Szóval érdekes, meg kell várni a maradék 54%-ot, hogy ők mit mondtak. Csak azért mondom, hogy érdekes, mert közben ugye megjelentek elég komoly cikkek arról, ahol megmagyarázzák, hogy mi van a számlán, és hogy mit kell látni, olvasni. Majd mi is szánunk erre időt. Neked kiderült, hogy mi a probléma nálatok? Hát... először is a részletes számlát kell megnézni, és miután a részletes számlát lekéred, hogyha online számlás vagy, akkor semmit nem látsz. És a részletes számlánál is csak a második oldalon van rajta az, ugye az első oldalt az tényleg elveszi háromnegyedében az, hogy a nagy rezsicsökkentési harcnál mekkorát spóroltál. Nem derült még ki, mert itt nekem az kéne, hogy erre az időszakra egy pontos kimutatást legyen akár napi szinten, hogy mikor történt a nagy fogyasztás, mert megmondom őszintén, az a megdöbbentő, hogy egy részszámla jön ki az augusztusi időszakra, tehát ugye augusztus 1-től 18-ig, és abban a részszámlában van egy olyan emelkedés, tehát amit nem tudok hova tenni, pedig nincs is, nem is volt még fűtés. Tehát, hogy önmagában csak a meleg víz mondjuk, csak a meleg víz meg a főzés dobta így meg a számlát, tehát látni kéne azt, hogy napi időszakban, vagy mikor, tehát hogy azonosítani tudjuk a nagy fogyasztót idézőjelben, hogy mi az, ami ezt hozta. Szóval igazából, de egyébként nem mindegy, hogy általányos voltál. Vagy, az tehát, persze, igen. És ez egyébként több, van egy nagyon jó cikk, ezt majd megpróbálom holnap a műsorban, vagy holnap után legkésőbb behozni, ahol részletesen elmagyarázzák, hogy mi az, amire figyelni kell, és mit kell nézni, és mi mit jelent. Szóval ha még akartok, szavazhattok, jó. Most 650 szavazat van kb. A gáznál nem tudom, viszont árammal kapcsolatosan egyszerre több ismerősöm is jelezte, illetve véletlenül szóba került, hogy náluk a hűtő brutális zabáló. Tehát egy egyszerű hűtőcserével be tudnak jönni, úgy számolták az átlag alá. Volt, akinek ez egyébként tök véletlenül derült ki, hogy lényegében alig voltak itthon, és csak a hűtő ketyegett és fogyasztott, és utána szembesültek a nyár elején, hogy opa, akkor az nagyon durván fogyaszt, és abból egy modernebbre cserélve a régit elég komoly fogyasztás, megtakarítás lehet például elérni. Ez érdekes. Egyébként az előző beszélgetéshez, illetve azt megelőző beszélgetéshez írta még Zoli, hogy sima kályhában vagy kandallóban, ha felül gyújtjuk meg a tüzelőt, akkor lassabban ég le, és nem füstöl annyit. Mindenki próbálja meg, tehát nem kerül semmibe, tehát ez még mindenhol. Tehát abszolút eddig is apró odafigyeléssel. Nem arról van szó. Bocsánat, hogy kijavítom. Tehát amikor azt mondta, hogy milyen hatékonysággal ég el, és mi az, ami kikerül a kéményből, akkor arról van szó, hogy minden... tehát egy sima kandallóban, meg egy cserépkájában más típusú gőzök kerülnek ki. Amikor tehát milyen típusú faanyag kerül bele, az hogyan tud hasznosulni, mennyire tud elégni konkrétan, és hogyan ég el, ez nagyon fontos ahhoz, hogy milyen hatékony, és hogy milyen gőz kerül ki belőle. Tehát igen, ez lehet, hogy egy tök jó megoldás, hogy mennyire füstöl begyújtásnál, de az is fontos, hogy mennyire hasznosul maga a tüzelőanyag. Aztán egy átlag közel 200 ezer forintos Albiba való beköltözés alkalmával közel 800 ezeret kell leszurkolni. Hát ez akkor a 4 havi kaució? Ezek szerint, ha jól értem, arra vonatkozik? Hát tehát, hogy eddig a három az átlag. Korábban voltak 2 meg egy hónapos ajánlatok ez is. Ez nem 4 havi kaució, ez 3 havi kaució plusz a... Ja, igen, akkor igen, mert hogy maga az első havi bérleti díj plusz a 3 havi kaució, akkor így kijön a 200-ból. Most ez a helyzet, ez az átlag. Tehát, hogy enélkül igen, pont erről beszéltünk, hogy ahova ennél kevesebb kaució van, azok a kecók kifogytak a piacról, azok nincsenek nagyon.
A lecsúszó forinttal egyre olcsóbbak is vagyunk külföldről nézve, érdemes lehet hozzánk hozni a munkát, felerősítette meg egyébként Deák Andrea szavait, hallgató még a HR beszélgetés kapcsán, és hát hú, hát nem tudom, a többiek azok már még régebbiek, odáig már nem megyek vissza, van egy csomó egyébként, csak okay. Ott még szorultunk, és nem volt. Ja, igen, igen, köszönöm szépen, a látásjavító műtétek azok még az elején voltak, de igen, és most odáig végképp nem kanyarodok vissza, hogy volt hallgató, aki képes volt összefüggést fölfedezni. Az én, miért rajonganak a fiatalok Korda Gyuri bácsiért, és aközött, hogy a nagy slágere az a Reptérről szól, hogy ez biztos ezért érdekel engem. Igen. Amit én ez határozottan cáfolhatok szerintem, ez senkinek nem senkinek én nem. Én ezt megerősítem. Szólhatott volna minden szám, amit a nagyon csatornájukról, neked, vagy a hűtőszekrényről, nem, akkor is érdekelne. Minden szám, amit akkor tetszik neked, az vagy a közlekedésről szól, de vagy nekem nem a repülésről, vagy a legutolsó sorban valami földrajzi felfedezés. De alapvetően az utazás, a repülés köré. De a vonatokról. Nekem személy szerint nem tetszik az adal, sőt, abszolút. Engem a jelenség érdekelt. Na, jó van. Lassan akkor elpályáztatunk. A jelenség. Miért volt divatos a Moncsicsi, vagy a Jojo, vagy a Fidget Spinner? Nem megyünk bele még egyszer. De teljesen fölösleges ezt kutatni. 2022-ben ez szerintem egy nagyon érdekes és magyarázatot igénylő jelenség, de Kántor nihilista Endre szerint bármi történik, arra azt mondjuk, hogy csak. És akkor megmagyaráztuk a dolgokat. A jelenség, és nem is kell magyarázatra törekedni. Nem. Sarkítasz, a jelenség önmaga érdekes az, hogy megpróbáljuk megmagyarázni, hogy miért tetszik valami, az teljesen fölösleges. Tetszik vagy nem? Na, Gábor. Befejeztük, hát te vagy az elköszönő. Ja, én vagyok az elköszönő ember. Persze, én most elpályázok. Remélhetőleg pénteken egy gyönyörű helyről fog tudni bejelentkezni majd a rovatban. Na, én is remélem. Köszönöm, jó kívánságira. Elköszönés, akkor már a tiéd. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Holnap 6:30-tól ismét jövünk itt a Millás reggeliben, élőben, itt a rádióban. Most utánunk az Özönvíz, rengeteg zenével, meg mindenféle információkkal, délután egy kis ismétlés, meg este is egy kis ismétlés, de a teljes műsort a millásregeli.hu-n tudjátok meghallgatni a podcastek között, vagy ha fel vagytok iratkozva, akkor a Spotify, vagy a különböző podcast csatornákon. Köszönjük a figyelmet! Sziasztok! Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük.